Sziasztok! Kis Tuták vagyok az ELTE atomfizikai tanszékéről. A mai atomcsill kísérleti szekció egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis a téma, amit hoztam nektek, az nem kifejezetten fizika, bár azért kapcsolódik a fizikához, ugyanis ma pszichoakusztikus kísérletekkel készültem. Biztosan mindannyian láttatok már képi illúziót, amikor az agyunk egy kicsit megtréfel minket, és egy képen olyan dolgot látunk, vagy olyan dolgot érzékelünk, ami valójában nincs is ott. Mondhatok erre nektek egy példát. Ezen a képen első ránézésre látunk egy fehér és egy sötét szürke lapot egymásra helyezve, igaz? Azonban, ha a képen a középső sávot, ahol a két lap találkozik, letakarjuk, egyből nyilvánvalóvá válik, hogy az A és a B jelzésű területek teljesen egyforma színűek. Na, ilyen egy képi illúzió, és ezért gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon hihetünk-e a szemünknek? Viszont ritkábban tesszük fel ezt a kérdést, hogy vajon hihetünk-e a fülünknek? Pedig a fülünk, ugyanúgy, mint a szemünk, néha egy kicsit meg tud tréfálni minket. A külvilágból felénk érkező ingereket az agyunk a legjobb képessége szerint próbálja mindig feldolgozni, de ez nem mindig tökéletes. Úgyhogy ma olyan illúziókat és trükköket hoztam nektek, amik kicsit a hallásunkat fogják megviccelni. A videóban előfordulhatnak helyenként hangos, vagy akár valaki számára fülsértő hangok is, úgyhogy érdemes a hangerőszabályozót egy kicsit közel tartanunk magunkhoz, illetve azt azért elmondanám, hogy bizonyos mértékig a hallásunk teljesen egyedi, ezért előfordulhat, hogy bizonyos illúziók működnek nálatok, bizonyos illúziók viszont nem. Mindjárt ki fogjuk ezt deríteni. Az első pszichoakusztikus kísérlet az úgynevezett McGurk effektus. Figyeljétek meg, hogy mit hallotok a következő videóban. Valószínűleg a szó, amit hallottatok, az angol for volt. Most nézzünk meg egy másik videót. Itt a szó, amit hallani lehetett, az az angol pour, vagy esetleg door. Igaz? A helyzet az, hogy valójában nem. Mind a két videó esetén a lejátszott hang ez volt. Az, hogy mi milyen szót hallottunk, attól függött, hogy melyik kép társult a hanghoz. Nézzük meg most egymás mellett a két videót. Próbáljátok meg váltogatni, hogy mikor melyik képet nézitek, és figyeljétek meg, hogy közben mit hallotok. Ez egy nagyszerű példája annak, hogy az agyunk a külvilágról kapott összes információt összefűzve próbálja nekünk továbbítani az információt és kialakítani a képet a külvilágról. Jelen esetben az, amit láttunk és az, amit hallottunk, az az, ami egy kicsit összekeveredett és hatással volt egymásra. A következő kísérletnél néhány felvillanó kép és hang várható. Ha valaki esetleg érzékeny erre, akkor most egy pár percre ne figyeljen ide. Próbáljuk meg a tekintetünket a kijelölt helyre fókuszálni, majd figyeljük meg, hogy mit látunk és hallunk. Az első néhány felvillanásnál egy-egy sípolást és egy-egy felvillanást figyelhetünk meg. Majd az utolsó alkalommal két sípolást hallhatunk, és a kör is kétszer villant fel. Igaz? Ha azt érzékeltük, akkor pontosan beleillünk a nagy átlagba, de egy kicsit megint meg lettünk vezetve. Ugyanis ha a hang nélkül nézzük meg a videót, akkor teljesen egyértelmű, hogy a kör minden alkalommal csak egyszer villan fel, és sohasem kétszer. Ez egy kicsit az előző kísérlet fordítottja, hiszen most az, amit hallottunk, az volt hatással, és az befolyásolta azt, amit láttunk. Az előző illúziónál pedig pont fordítva történt. Most pedig felolvasok nektek egy egyszerű mondatot. A tejútrendszer, vagyis a saját galaxisunk középpontjában található egy szupermasszív fekete lyuk. Néhány köhögés leszámítva semmi extra nem történt, igaz? Most hallgassuk meg az előző mondatot a köhögések nélkül.
A tejútrendszer, vagyis a saját galaxisunk középpontjában található egy szupermasszív fekete lyuk. Észrevehetjük, hogy néhány szótag szó szerint hiányzott a mondatból, és ezek a részek ugyanúgy hiányoztak az első alkalommal is. Ha neked már akkor is feltűnt, akkor ügyes vagy, de ha mégsem, és akkor a szöveget folytonosnak hallottad, ne aggódj, ez teljesen természetes, sőt, megmutatom még egyszer. A tejútrendszer, vagyis a saját galaxisunk középpontjában található egy szupermasszív fekete lyuk. Az az igazság, hogy az agyunk nagyon ügyesen tudja eltüntetni a hallásunkban felbukkanó hiányosságokat és vakfoltokat, ha közben eltereljük a figyelmét, például egy-egy váratlanul felbukkanó zörejjel, zajjal, akár köhögéssel. Tegyük fel, hogy meg szeretnétek venni az egyik hangszórómat, őt. Én azonban sokkal szívesebben adnám el nektek a másik hangszórómat, őt. Most megpróbálok meggyőzni titeket, hogy jobban jártok, ha rám hallgattok. Mutatok egy dallamot, amit az általatok kinézett hangszórón szólaltattam meg. Most pedig megmutatom, hogyan hallható ugyanez a dallam a másik hangszórón. Ugye hallottátok a különbséget? Sokkal szebben és markánsabban szólt a második, volt benne mélység, magasság, kontraszt, tónus, igaz? Igazából most csak random szavakat halmoztam egymásra, nem vagyok szakértő a témában. Az egyetlen különbség a két felvétel között annyi volt, hogy a második hangszóró esetében néhány decibellel hangosabban játszottam le a dallamot. Ennyi volt a különbség. Viszont ez már pont elég ahhoz, hogy egy laikus hallgató számára jobbnak és szebbnek tűnjön a felvétel. És ezzel akár azt is elérhetem, hogy a drágább hangszórót sózom rá a gyanútlan érdeklődőkre. A Borbély Rud nem más, mint a hagyományos Borbély üzleteknek a cégére. Bevallom, hogy ennek a videónak az elkészült előtt én nem tudtam, hogy ez egy létező dolog, viszont azóta már több helyen itt Budapesten, például Móricz és az Astoria környékén is kiszúrtam egy-két Borbély műhelyt ugyanezzel a cégérrel, tehát nem átverés a dolog. Számunkra annyiból érdekes ez a spirálmintával díszített rúd, hogyha megforgatjuk, akkor olyan, mintha folyamatosan végeláthatatlanul fölfelé vándorolnának rajta a csíkok. Vagy ha másik irányba forgatjuk, akkor pedig ugyanezt tapasztaljuk, csak a csíkok lefelé mozognak. Ehhez hasonló a hangtechnikában az, amikor egy dallam folyamatosan és végeláthatatlanul egyre magasabb és magasabb hangokat szólaltat meg. Lehetetlennek tűnik, de ezt a folyamatot tényleg a végtelenségig lehetne folytatni, miközben úgy érezzük, hogy mindig egyre magasabb hangot hallunk. Természetesen ez csak illúzió, valójában minden egyes megszólaltatott hang több különböző, magasabb és mélyebb frekvenciájú alaphangból tevődik össze. Miközben folyamatosan növeljük az alaphangok frekvenciáját, elhitetve a hallgatósággal, hogy egyre magasabb hangot hallanak, a magas frekvenciájú hangok amplitúdója csökken, és egy idő után eltűnik a képből, a mély frekvenciájú hangok pedig apránként bekúsznak az összhangba, és biztosítják, hogy a folyamat folytatódhat, ameddig csak akarjuk. Természetesen ugyanezt megtehetjük úgy is, hogy a folyamatot megfordítjuk, és a hang, amit hallunk, egyre csökken. Sőt, hasonló technikával csinálhatunk a végtelenségig gyorsuló. Vagy akár minden határon túl lassuló ritmust is. We'll be right back.
Ezek a trükkök legtöbbször például filmekben bukkannak fel, hogy az egyre gyorsuló ritmussal, vagy az egyre emelkedő hangmagassággal minket is egyre felfokozottabb állapotba hozzanak. Előfordult már veletek, hogy egy információt annyira meg akartatok jegyezni, hogy elkezdtétek ismételgetni újra és újra és újra, míg végül aztán már a szöveget és a mondatokat szinte énekeltétek, dúdoltátok magatokban? Mert velem már többször előfordult, és mint kiderült, nem vagyok egyedül. Ugyanis akik pszichoakusztikával foglalkoznak, azt mondják, hogy ha egy mondatot vagy egy gondolatot újra és újra megismétlünk, dallam lesz belőle. 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 Lehet, hogy nem egy Mozart, de már ennyi jutott. Ha már éppen ott tartunk, hogy ki milyen dallamot hall a fejében, akkor elmesélek nektek még egy érdekességet. Ez sajnos olyan kísérlet, amit itt nem tudok megmutatni, úgyhogy legyen ez házi feladat. Biztosan mindannyiatokkal előfordult már, hogy egyszer csak váratlanul az agyatok mélyéről felbukkant egy dallam, egy slágernek az akkordjai, és elkezdtétek dúdolni, fütyörészni, énekelni magatokban. Nos, állítólag az emberek nagy többségénél ilyenkor az eredeti sláger megfelelő hangmagasságában, eredeti hangmagasságában szólal meg a dal. És az arra utal, hogy valamilyen szinten mindannyiunknak van némi abszolút hallása. Csak természetesen vannak, akik ezt ki tudják tudatosan használni, van akiknél, mint például nálam is, csak a tudatalatti szinten jelenik meg. Szóval legyen ez házi feladat, próbáljátok ki, hogy nálatok így működik-e. Ahogy ezt korábban láttuk és hallottuk igazából, az, amit látunk és az, amit hallunk, az néha hatással van egymásra, befolyásolják egymást, és így össze is kuszálhatják az érzékelésünket. Ebben a témában a három kedvenc kísérletemet hagytam a mai bemutatónak a végére. Ezek közül az első igazából olyan, hogy állítólag csak az emberek 20%-ánál működik, tehát a többi illúzióval ellentétben nem olyan gyakori. Viszont nagyon érdekesnek találom, és ezért derítsük ki most, hogy nálatok vajon működik-e. Amit láttok, az egy tökéletesen néma videó egy ugráló toronyról. Azonban a torony földre érkezésekor az emberek egy része hallja az ezzel járó csattanást és dübörgést. Ti halljátok? Ezt úgy nevezik, hogy vizuálisan kiváltott hallásreakció. Ez az úgynevezett szinesztézia egy formája, amikor valamelyik érzékszervünk által közvetített inger aktivál egy másik érzetet. Az ilyen jellegű reakciók elég egyediek, és mindenkinél más és más helyzetben fordulhatnak elő. Én például személy szerint nem hallom, amikor a toronyra érkezik, de találkoztam már más esetben szinesztéziával, például amikor egyszer ibolya ízű fagyit ettem. Fogalmam nincs, hogy milyen íze van az ibolyának, viszont annak az ibolya ízű fagyinak pontosan olyan íze volt számomra, minthogyha friss és illatos ibolyát szagolgatnék. Ez a klimpírozás ezen a zongorán hangos, zajos, leginkább fülsértő és zavaró, és úgy tűnik, hogy nem sok értelme van. De elárulom nektek, ez a zongora egy földön kívüli, aki éppen kommunikálni próbál velünk. A filmekből tudjuk, hogy az univerzum összes űrlénye angolul beszél, így ez a zongora is. Szóval angolosok előnyben. Viszont ahhoz, hogy megértsük, másra nincs szükség, mint feliratra, megmutatom. Remélem ezúttal már hallottátok a zongora bájosan recsegő hangját. Ha igen, akkor azért még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben a videóban a zongorán kívül nem szólal meg másik hang. Ha mégis hallottátok a hangot, akkor ez bizony csak az agyatok szüleménye. Thank you.
tudom, ez megint totális zajnak tűnik csak, de valójában ez egy népszerű rocksláger. Ha valaki ismeri, akkor lehet, hogy már fel is ismerte az előbb. A többieknek már is mutatom az eredeti verziót. Volt. Nem hiszitek, hogy a két lejátszott részlet egy és ugyanaz? Most figyeljetek! Azok, akik ismerték a dalt, természetesen előnyben vannak, de remélem a többiekhez is eljutott az élmény. Én például a legutolsó videó alatt hallottam az énekes hangját, a dallamot, amit énekel, még a szavak is kivehetőek voltak. Pedig a videóban csak ugyanaz a gépi hang szólalt meg, mint az első lejátszás során. Nincs belekeverve semmilyen emberi hang. Szóval, ha ti is hallottátok az énekes énekét, akkor titeket is az agyatok viccelt meg ebben az esetben. Ha esetleg valamelyikőtök most még nem hallotta ténylegesen az éneket az utolsó felvételnél, akkor hallgassatok egy kis Smash Mouth-t, aztán majd gyertek vissza később erre a videóra, és nézzétek meg újra. Ha pedig tetszettek ezek az illúziók, akkor gyertek el a következő Atomchill előadásra, ugyanis tervezek akkor is hozni még néhány nagyon izgalmas kísérletet ebben a témában. A következő alkalommal lesz egy-két olyan kísérlet, amihez nagyon hasznos lesz, sőt, kelleni fog a fülhallgató, úgyhogy ha nem felejtitek el, akkor a következő előadás előtt készítsétek oda a füleseteket. Mára megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! Kistóth Ági vagyok az ELTE Atom fizikai tanszékéről. A mai atomcsill kísérletezés megint nem a teljesen a szokásos mederben fog zajlani, ugyanis a mai programom az igazából a második és egyben befejező része a pszichoakusztikával foglalkozó minisorozatomnak. Ha esetleg lemaradtatok az első részről, az se gond, az atomcsill honlapján meg fogjátok tudni majd nézni. Annyit azért elmondanék, hogy a mai előadásban több olyan kísérlet is lesz, amelyeket akkor tudtok igazán megérteni és meghallani, hogyha van nálatok egy fülhallgató, és fülhallgatóval hallgatjátok. Nem kell semmilyen speciális eszköz, egy teljesen hétköznapi fülhallgató is jó, viszont fontos, hogy a készüléken, amin hallgatjátok az előadást, megengedett legyen a sztereó hangzás, tehát hogy az egyik és a másik fületekbe különböző hangokat tudjak eljuttatni. Ha esetleg ezek a feltételek most nem teljesülnek, attól még ne meneküljetek el, így is biztos, hogy találtok izgalmas és érdekes információkat ebben a programban, viszont érdemes ilyen ekkor majd visszajönnötök kicsit később, és meghallgatni az egész előadást úgy, hogy fülhallgatóval teszitek mindezt. Addig, amíg a többiek előkészítik, és megtalálják, és beüzemelik a fülhallgatóikat, azért feleleveníteném, hogy mi is az a pszichoakusztika. A pszichoakusztika egy olyan tudományág, ami a hangokkal foglalkozik, de nem csak abban az aspektusban, hogy fizikai oldalról, hogy a hang az egy hullám például, hogy hogyan terjed, milyen tulajdonságai vannak, hanem ennek az egész folyamatnak a biológiai aspektusát is vizsgálja. Azt a folyamatot, ahogyan az agyunk megpróbálja feldolgozni a fülünk által közvetített információt, és ezt utána közvetíteni felénk. Márpedig ez helyenként elég meglepő és érdekes dolgokat is eredményez, és őt akár meg is tud tréfelni minket. Mielőtt belevágunk még annyi figyelmeztetést, azért muszáj elmondanom, hogy előfordulhatnak helyenként hangos, vagy akár fülsértő zajok is az előadás során, úgyhogy érdemes a hangerő szabályozót közel tartani magatokhoz. Vágjunk bele! Az a mechanizmus, amivel az agyunk számukra a hangokat feldolgozza, az nem mindig írható le egy univerzális szabályrendszerrel.
Igazából a saját egyedi tulajdonságaink is hatással vannak erre, tehát szó szerint mindenkinek egyedi hallása van. Hoztam néhány olyan kísérletet, amelyek pont ezt támasztják alá. De előtte teszünk egy kis kitérőt a látás izgalmas világába. Talán emlékeztek rá, hogy néhány évvel ezelőtt szó szerint felrobbant az internet egy egyszerű ruháról készített szimpla fotó miatt. Teljesen elszabadultak az indulatok, és parázsvita alakult ki. Megmutatom, melyik volt ez a ruha. Egy ránézésre tökéletesen hétköznapi ruháról készített, hétköznapi képet láthatunk. Azonban, ha felteszem a kérdést, hogy milyen színű ez a ruha, akkor a válasz már korán sem egyértelmű. Én például ezt a ruhát határozottan és minden kétséget kizáróan fehér és arany csíkosnak látom. Azonban, mint kiderült, vannak, akik ugyanilyen magabiztosan állítják, hogy a ruha már pedig kék és fekete csíkos. Azt, hogy pontosan mit lát a másik tábor, valahogy így képzelhetjük el. Vajon kinek van igaza? A válasz az, hogy senkinek nincs igaza, és senki nem is téved ebben a kérdésben. Egyszerűen máshogy látunk, máshogy működik a látásunk. Egyébként ez a kérdés annyira izgalmas, hogy számos tudományos publikációban már foglalkoztak a kérdéssel, hogy vajon milyen arányba látják az emberek fehér aranynak, illetve kék-feketének, vagy akár másik színkombinációnak, illetve hogy mik befolyásolhatják ezt, hogy milyen színűnek látjuk. Találtak már kapcsolatot az emberek életkora, a neme és a látott szín között, de valójában az is kiderült, hogy akár az is befolyásolhatja, hogy korán kelő vagy későn fekvő típusú emberek vagyunk. És hogy miért meséltem mindezt el? Hát egyrészt azért, mert imádom ezt a ruhát, de másrészt azért, mert ennek a nagyon fantasztikus optikai diszkrepanciának megvan a megfelelője, a párhuzama a hangok világában. Ez pedig az úgynevezett hieni vagy Laurel vita. Laurel. A most hallott szó bizony ugyanúgy megosztja az embereket, mint a ruha színének kérdése. Az emberek 47%-a szerint a beszélőit azt mondja, hogy jeni. 53%-uk szerint azonban azt, hogy Laurel. Laurel. A kérdésben senkinek nincs igaza, és senki nem is téved, egyszerűen különbözünk, és különböző a hallásunk. Számomra például ez egy tökéletes Laurel. Nektek melyik? A Triton paradoxon egy olyan audio illúzió, amire a jeni vagy Laurel vitához hasonlóan mindenkinek egyéni válasza van. Most lejátszunk nektek két-két hangpárt, nektek annyi feladatotok lesz, hogy megfigyeljétek és meghallgassátok, hogy az adott hangpárok közül melyik a magasabb és melyik a mélyebb. Meglepő módon arra a kérdésre, hogy csökken vagy nő a hangmagasság az egyes hangpárok esetén mindenkinek saját válasza van. Van, aki számára a mélyebb hangot követi a magas, van, aki számára pont fordítva. A hangok megszólaltatásához egyébként úgynevezett Shepard tónust használnak. Ilyenkor egy sorozat egymástól oktáv távolságra eső hang egyszerre szólal meg, majd a második hang ennek pont egy fél oktávval vett eltoltja lesz. Mindkét hang tartalmaz magas és mély frekvenciákat, ráadásul teljesen egymásba fésülve, így valójában nem értelmezhető exaktul, hogy melyik adja a magasabb és melyik a mélyebb hangot. Ilyenkor jön be az agyunk a képbe, ami valamilyen saját kódolás miatt eldönti nekünk ezt a kérdést. Hallgassunk meg még két párt. Ha ez most egy élő előadás lenne, akkor nagyon izgalmas lenne megkérdezni a közönséget, hogy ki mit hallott, és megnézni, hogy az egyes hangpárok esetén mekkora százalékban hallották az emberek, úgyhogy csökken a hangmagasság, vagy úgyhogy nő a hangmagasság. De hát sajnos ezt egyelőre nem tudjuk megtenni, talán majd a jövőben még megpróbálhatjuk. Addig próbáljátok meg a barátaitokkal, ismerőseitekkel megosztani ezt a kérdést, és megnézni, hogy ki mit hall, melyik párosítás ugrik felfelé, és melyik párosítás ugrik lefelé. Ez a döntés amúgy nem teljesen random, egy csomó tényező befolyásolhatja. Például a kutatók azt találták, hogy ezt az oktávonként elhelyezett hangsorozatot, hogyha más kezdő hangról indítom, akkor más választ kaphatok általában az emberek nagy részénél. Például, ha C-ről indítom, vagy F-ről, akkor az emberek nagy része más választ ad erre a kérdésre, hogy vajon csökken, vagy nő a hangmagasság, ami arra utal, hogy valamilyen szinten mindenkiben van egy kis mély tudatalatti abszolút hallás. Ami még szintén érdekes, hogy az is befolyásolja ezt a kialakult döntést, hogy mikor melyik irányt halljuk, a csökkenést vagy a növekedést, hogy milyen nyelvet beszélünk, illetve hogy földrajzilag a világ melyik pontján nevelkedtünk. Számomra egyébként
mind a négy lejátszott hangpár esetén a magasabb volt először, és utána abból csökkent a hangmagassága mély felé. Nektek vajon mi volt a válaszotok erre? Az oktáv illúzió egy olyan kísérlet, ahol fontos a fülhallgató, úgyhogy ha eddig nem váltottatok át rá, akkor most tegyétek meg, majd pedig hallgassátok meg ezt a hangot. Elmondom először, hogy én mit hallottam. Számomra a bal fülemben megszólaló magas hang váltakozott a jobb fülemben megszólaló mély hanggal. Ha nektek is, akkor szuper. Ha nem, az is tökéletes, ugyanis ez megint egy olyan kérdés, amire mindenkinek egyéni válasza van. Nézzük meg pontosabban, mit hallottunk. Megszólaltatunk egy hangot, majd egy oktávval feljebb egy másikat, és ezt váltogatjuk. Most vigyük át az egészet az egyik oldalra, így csak a bal fülünkben pattog a hang. Most pedig a jobb fülünkben megszólaltatjuk ugyanezt, de pont fordítva. Amikor a bal fülünkben szól a magas hang, akkor a jobb fülünkben a mély, majd fordítva. Annak ellenére, hogy mindkét fülünkben megszólal a magas és a mély hang is, az emberek többsége váltakozva hallja. Vagy a bal fent és jobb lent párosítást, vagy a jobb fent és bal lent párosítást. Az eddigi eredmények szerint az, hogy valaki jobb vagy balkezes, az erősen befolyásolja az agyunk döntését ebben a kérdésben. Viszont az előző két illúzióval ellentétben itt, ha minden igaz, megváltoztathatjuk az agyunk döntését. Koncentrációval és a figyelmünk fókuszálásával módosíthatjuk a hang pattogásának irányát. Próbáljátok meg! Játszunk még egy kicsit a jobb és a bal fülünkkel, hallgassátok meg ezt a dallamot. Valószínűleg kétféle dallamot hallottatok párhuzamosan, az egyik fületekben ezt, míg a másik oldalon ezt. De igazából a dallam, ami az egyik fületekben szólt, ez volt. Ez pedig, ami a másik fületekben szólalt meg. Úgy tűnik, hogy az agyunk előtérbe helyezi ezt az információt, hogy milyen távol vannak egymástól az egyes hangok, és szereti összepárosítani azokat, amelyek közelebb állnak egymáshoz. Az előbb meghallgatott két kaotikusan ugrándozó dallamot úgy közvetítette felénk, mintha két apró lépésenként haladó dallam lenne. Egy ehhez hasonló trükköt egyébként már Csajkovszki is használt a 6. szimfóniájában, ahol az egyik hegedű ezt a dallamot szólaltatja meg, míg a másik hegedű ezt. A kettő együtt pedig pontosan így hangzik. A binaurális lebegés az egyik kedvenc kísérletem. Valójában a fizikának és a fiziológiának egy csodálatos szerelem gyereke ez. A fülhallgató nagyon fontos, úgyhogy ne vegyétek le. Biztosan sokan ismeritek azt a hullámtani jelenséget, amit úgy hívunk, hogy lebegés. Ilyenkor két hullám találkozik, amelyeknek a frekvenciája csak egy nagyon picit tér el egymástól. Amikor ez a két hullám összeadódik, akkor bizonyos helyeken gyengítik egymást, máshol pedig felerősítik egymást, amit eredményül kapunk, az egy hullámzó amplitúdójú jel, ez a lebegés. Mivel a hangok is hullámok, figyeljük meg, hogy mi történik, ha két hang frekvenciáját közelítjük egymáshoz. Pulzáló effektus, amit a legvégén hallhattok, ez az akusztikai lebegés, amit a két közel azonos frekvenciájú hang interferenciája alakít ki.
Az egyik 500 Hz frekvenciájú, a másik 504 Hz. Mivel most mindkét fülhallgatóban mind a két frekvencia megszólalt, ezért a lebegés már azelőtt kialakul, hogy a hangok elérnék a fülünket. Azonban most válasszuk szét a kettőt. A jobb fülünkben szólaljon meg csak az 500 Hz-es hang, míg a bal fülünkben az 504 Hz-es. Két teljesen különálló, tökéletes hangot hallunk, igaz? Na akkor most szólaltassuk meg őket egyszerre, de továbbra is a két külön fülben megszólalva. Miután az egyik hang az egyik fülhallgatón, a másik pedig a másik fülhallgatón érkezik, a két hullám fizikailag nem találkozik egymással. A lebegés jelensége mégis hallható és mégis kialakul. Tehát ez egy tisztán pszichoakusztikus jelenség, annak a folyamatnak az eredménye, ahogyan a hangokat az agyunk feldolgozza. Az agyunk érzékeli az 500 és az 504 Hz-es hangot, és kialakítja a lebegés érzetét bennünk. Összehasonlításképpen azért megmutatom, hogy természetesen az agyunknak is megvannak a saját korlátai. Lehetnek egyéni eltérések, hogy kinél milyen frekvenciatartományban működik ez az effektus. Általánosságban elmondható azonban, hogy 1500 Hz felett már az agyunk nem képes kialakítani ezt a binaurális lebegést. Vegyünk például egy 2000 Hz és egy 2005 Hz frekvenciájú hangot. Ha a két hangot egyszerre mindkét fülhallgatóban megszólaltatjuk, és ezzel lehetővé tesszük azt, hogy a két hang már azelőtt találkozzon és interferenciába kerüljön egymással, mielőtt eléri a fülünket, akkor hallható és megfigyelhető a lebegés jelensége. Ha azonban ezt a két különböző frekvenciájú hangot a két különböző fülünkbe juttatjuk, akkor viszont már valószínűleg mindannyiótoknál megszűnik a lebegés jelensége. Ebben a frekvenciatartományban sajnos az agyunk már nem képes lekövetni ezt az effektust. Igaz, hogy megvannak a korlátai, de maga a tény, hogy bizonyos frekvenciatartományban az agyunk képes erre a hullámtani interferencia jelenségre, a lebegés kialakítására, szerintem önmagában lenyűgöző. Van még egy illúzió a tarsolyomban, aminek az oka pont ez a hullámok interferenciájából fakadó lebegés jelensége. Általában, ha hallunk egy hangot, az nem feltétlenül csak egyetlen frekvenciából álló hang, hanem általában több frekvencia együttes megszólaltatásának az eredménye. Például ez itt. Ha azonban a hangot megszólaltató frekvenciák között vannak nagyon közeliek egymáshoz, kialakulhatnak különböző periódus idejű lebegések. És ez azt az illúziót keltheti számunkra, minthogyha a megszólaltatott hang az nem egyetlen egy álló hang lenne, hanem paradox módon akár egy egész melódia. A most megszólaló dallam valójában nem volt más, mint az itt látható, fix és rögzített frekvenciákon megszólaló hang. Ezek után képzeljétek el egy egész zenekart, ahol minden egyes zenész egyetlen egy hangot szólaltat meg, de a közönség mégis úgy hallja, mintha egy folyamatosan változó dallamot játszanának. Én például elmennék egy ilyen előadásra. Beszéljünk még egy kicsit a hallásunk háromdimenziós hely meghatározásáról. Ha becsukjuk a szemünket, és hallgatjuk a környezetünket, bizonyos mértékig akkor is képesek lehetünk megmondani, hogy egy hangforrása hozzánk képes milyen irányba helyezkedik el. Természetesen a hallásunk közel sem olyan pontos, mint mondjuk a látásunk, amikor egy jelforrásának a lokalizációjáról van szó, de azért több, mint a semmi. Elég komplex dolog ez is, viszont két olyan aspektus van, két olyan jelenség, amit érdemes kiemelni, ami a legnagyobb mértékben meghatározza a 3D-s hely meghatározást. Az egyik ilyen jelenség az, hogyha van egy hang, ami nem szemből érkezik hozzánk, hanem mondjuk oldalról, akkor az a hang először fogja elérni az egyik fülünket, és csak kicsit később a másik fülünket. Ezt a két fülhallgatóba különböző időpontban érkező impulzusokkal tudjuk szimulálni.
Ha az egyik fülünkbe picivel előbb érkezik a hang, akkor az agyunk ezt úgy fordítja le számunkra, mintha a hangforrása elmozdult volna az egyik irányba. Emellett, hogyha egy hang oldalról érkezik hozzánk, akkor a hangforrásához közeli fülünkben egy kicsit hangosabban érzékeljük, mint a hangforrásától távolabbi fülünkben. Ez részben geometriai okok miatt van, de főleg amiatt, mert a két fülünk között itt van a fejünk, ami leárnyékolja a hangot az egyik fülünk számára. Ezt is könnyen tudjuk szimulálni, ha az egyik fülhallgatón keresztül érkező hang erejét lejjebb vesztük, az agyunk automatikusan megint úgy fordítja ezt le számunkra, mintha elmozdult volna a jel forrása. Az már a finom hangoláshoz tartozik, hogy ráadásul a fejünk sokkal jobban leárnyékolja a magasabb frekvenciákat, mint a mély frekvenciákat. És ezeket az információkat az agyunk mindet beleépíti a képbe, amit végül felénk közvetít, és ami alapján megpróbálja nekünk megmondani, hogy egy adott hangforrás a milyen irányból érkezett. És ha ezeket a hatásokat mi figyelembe vesszük és leszimuláljuk, akkor egy tetszőleges hangfelvételen is akár háromdimenziós hanghatást érhetünk el. Persze azért vannak korlátaink. Például a tény, hogy nekünk sajnos csak 2 darab fülünk van, és azok ráadásul egy magasságba helyezkednek el, azért kicsit korlátozzák a képességeinket. Például mi emberek egészen jók vagyunk abban, hogy viszintesen meghatározzuk, hogy egy hang melyik irányból érkezik. Viszont például az, hogy milyen magasságból érkezik hozzánk egy ilyen hang, abban sokkal pontatlanabbak vagyunk, sőt akár azt is elvéthetjük, hogy előről vagy hátulról érkezik az adott jel. Ebben a videóban például egy kattanó hangot kell a széken ülő hölgynek lekövetnie, és mindig mutatnia, hogy melyik irányból hallja a hangot. Szóval mi megtesszük a tőlünk telhetőt, de azért ez érződik és látszódik, hogy ha az evolúció kicsit több fület adott volna nekünk, vagy akár a füleinket különböző magasságba helyezte volna, akkor lehet, hogy sokkal pontosabbak lennénk ebben a kérdésben. Ha lehető legjobban szeretnénk szimulálni egy hangfelvételen az emberi fül által hallott hangokat, és szeretnénk elérni a lehető legjobb háromdimenziós hanghatást, azt úgy tudjuk megtenni, hogy veszünk egy emberi fejet, na jó, egy emberi fejnek egy utánzatát, és két hangfelvevő mikrofont elhelyezünk ott, ahol a két fül helyezkedne el. Majd elkészítjük a hangfelvételt. Ha ezután úgy hallgatjuk meg a felvett hanganyagot, hogy az egyik fülünkben az egyik mikrofon felvételét hallgatjuk meg, míg a másik fülünkben a másik mikrofonét, akkor tökéletesen leutánozhatjuk ezzel az eredeti hangzásvilágot. Nem is szaporítom tovább a szót, inkább meginvitállak titeket egy virtuális hajvágásra, aminek a hangját ezzel a háromdimenziós technológiával vették fel. Csak dőljetek hátra, és élvezzétek! Hello there. How are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes. Okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi. 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 It's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Okay. He is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head.
And now I'll take the bag of the off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes, sir. Oh, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. Oh, yeah. Nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very closer to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. At the purpose, and around the back, and onto your left. Ah, yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yes, it looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Ah, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain, calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye, and arrivederci. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis interdisziplináris kitekintés a pszichoakusztika izgalmas világába. Az előző és a mostani atomcsőkísérletezéshez számos forrást, interneten elérhető videó és hanganyagot használtam fel. Ezeknek a linkjét mindegy elérhetővé teszem, hogyha tetszett nektek ez a téma és érdekeltiteket, akkor bátran javaslom, hogy nézzétek meg, hallgassátok meg őket is, mert amit én elmondtam, az még csak egy kis ízelítő volt ebből az egész témából. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket mára, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit nagyon sok szeretettel a soron következő atomcsillag kísérleti szekciójában. A mai napon elég rendhagyó kísérleti bemutatóra számíthattok, ugyanis ebben az évben nem csak az atomcsillagon kísérleteztem, hanem úgy alakult, hogy itt az ELTE fizikus képzésének az első évében van egy mechanika előadás, és ezen az előadásokon is én voltam a demonstrátor, és hát itt egy nagyon izgalmas projektbe keveredtem bele, úgyhogy át is adom a szót a kollégának, aki az előadást tartotta, Ispánovics Péter. Szia, és én is köszöntöm a nézőket, vagy igen, hallgatókat? Igen, nézőket, hallgatók minden. És igen, tehát én tartom ugye már egy 5-6 éve a mechanika bevezető előadást a elsőéves fizikus meg fizika tanárszakos hallgatóknak, és most idén már 5. alkalommal rendeztünk meg egy versenyt, amit a hallgatóknak rendezünk minden évben, ami arról szól, hogy a hallgatók
gyakorlatilag YouTube videókat, hát nem kell feltétlenül föltenni a YouTube-ra, de olyan YouTube formátumú videókat készítenek egy általuk tetszőlegesen kiválasztott mechanikához kapcsolódó jelenségről igazából, és ez lehet vicces is, meg lehet komoly is. A lényeg az, hogy a fizikát nem igazából jelenséget kell bemutatni, megmagyarázni nem feltétlenül kell a jelenséget. A lényeg az, hogy szórakoztató legyen, örömüket leljék benne, plusz csapatként dolgozzanak együtt, és utána az a maga verseny, ez nem csak a videóról szól, hanem arról is, hogy egy prezentációt is tartanak a videók megnézése után, és az évfolyam társaik választják ki a legjobbat a videó és a prezentáció alapján, és ez idén már ugye 5. alkalommal volt, és minden évben ennek azért nagy sikere szokott lenni. Én mindig nagyon büszke vagyok a hallgatókra. Így volt ez idén is. Idén 8 csapat nevezett. Igen. És akkor innen visszaadom a szót, és te folytatod el. Hát akkor eddig vissza is vesztem. Igen, ez a verseny múlt héten lezajlott. Nagyon izgalmas volt, nagyon szuper videókat láthattunk, és hát a csapattársak, évfolyamtársak és az általunk kihirdetett végeredmény alapján 3 csapat bejutott ugye az első 3 helyezetet a döntőbe, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, a dobogóra, igen. És ezt az első 3 helyezett csapatot kértük meg, hogy akkor a kísérleti videójukat a prezentációval együtt mutassák be nekünk, nektek most az Atomcsill alkalmával, úgyhogy fogadjátok őket nagyon sok szeretettel. Sziasztok! 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 Mi vagyunk a Perturbáció feloldja a degeneráció csapat. Én Csák Szelina Fruzsina vagyok. Én Tanács Gárda vagyok. Én pedig Csengeri Kamilla. A kísérlet, amit be fogunk mutatni, az a láncszökőkút, vagy más néven a Newton gyöngyök. Ezt a kísérletet érdekes egy youtuber tette ismerté, Steve Mold, az ő nevéhez fűződik a Mold effektus. Ez a kísérlet, amikor megcsináljuk, úgy tűnik, mintha megcáfolná a gravitációt, ugyanis azt képzelnénk, hogy amikor kirántunk az edényből egy láncsort, avagy gyöngysort, azt képzelnénk, hogy ez a gyöngysor az edény fala mentén esik a föld felé, ám a kísérletben az edény fala fölött egy ívet képez ez a láncsor, ezért is tűnik úgy, mintha megcáfolná a kísérletet, ám ez a későbbiekben ki fog derülni, hogy ez nem így van. Ebben a kísérletben az a furcsa, hogy a lendület és az impulzus törvényei szerint a láncnak, amikor kirántjuk az edényből, nem kéne elemelkednie az edény falától, mégis ez történik, és egy ívet képezve hull a földre. És teljesen jogosan feltehetnénk a kérdést, amit fel is teszünk, hogy miért történik ez. Szóval ahhoz, hogy a lánc felemelkedhessen és egy ívet képezzen, nekünk kell egy extra lendület hozzá. De honnan kapjuk ezt az extra lendületet? Na, ez itt a kérdés. Ezzel a jelenséggel két angol fizikus, Biggins és Warner foglalkozott, és ezeket a gyöngyöket, azaz merev szegmenseket, merev szegmensenként modellezték le. Ugyanis ezen a modellen, ezek itt a merev szegmensek, és közöttük egy rugalmas összeköttetés van. És amikor ezt fel akarjuk húzni, akkor a tömeg középpontjuknál forogni szeretnének, viszont nem tudnak, mivel ezek egy szilárd felületen vannak. És ezért innen ered majd az extra lendület, mert vissza fognak pattani a szilárd felületről. Tehát semmilyen földön túli erőkről nem beszélünk, ezek teljesen normális erők, amik a kísérletben jelen vannak. Ebből is azt tudjuk meg, hogy az edény és a gyöngyök között kölcsönhatás lép fel, és a gyöngyök, azaz merev szegmensek között kölcsönhatás van. És hogy egy kis matekot is vigyünk az egészbe, mert hát tudjuk, hogy nincsen fizika matek nélkül. Az edény földtől mért magasságának, valamint a lánc hosszának ismeretében kiszámítható a láncívnek a talajszinttől mért magassága. És hogyha itt megnézzük a baloldali képet, akkor láthatjuk, hogy ezek a gyöngyök egymáshoz képest meg vannak feszülve, amiről mindjárt Gerda fog mesélni egy kicsit, hogy ez miért fontos, meg miért van így. Szóval, ahogy Kamilla is mondta, hogyha visszamegyünk erre a diára, itt ezen az ábrán látható egy körív, amit a lánc képez a gyöngyökből, és látható, hogy itt megfeszülnek a gyöngyök, és nem tudjuk nyilván teljesen összehajtani.
És emiatt, a megfeszülés miatt keletkezik egy erő, ami a középpont felé fog mutatni. És azt így lehet felérni. Itt a T az hát a gyöngyök közötti megfeszülést jelenti. Az L az a hossz, amit éppen nézünk, és az R pedig az itt lévő ívnek a sugarát mondja. És van nekünk egy centripetális erőnk is, amit pedig úgy tudunk kiszámolni, hogy a tömeget megszorozzuk a sebességnek a négyzetével, és elosztjuk a sugárral. És abból következik, hogy ezt a két erőt, ezt egyenlővé tudjuk tenni, egyenlővé is tesszük, és ezt a centripetális erőt át tudjuk írni ebbe az alapba. Itt igazából csak az M változik meg, a tömeget azt föl tudjuk írni a lánc egységnyi hosszára első tömegként, és azt még meg kell szoroznunk a hosszal. Hogyha ezt visszahelyettesítjük az egyenletbe, akkor megkapjuk ezt, ami itt látható, és ebből következik az, hogy ez a két R ez el fog tűnni, és innen a számlálóból pedig a két L, és megkapjuk ezt a végső egyenletet, amiből kiderül, hogy az ív sugara az igazából nem játszik semmilyen szerepet ebben a dinamikában. És ez azt mutatja meg, hogy a lánc az egészen éles ívben is meg tud fordulni ebben a kísérletben. Reméljük, hogy tetszett a videó. Köszönjük szépen a figyelmet! Szavazzatok ránk! One eternity later. Sziasztok, a mi témánk a Doppler effektus, és mi vagyunk a Boring csapat. Biztosan ti is tapasztaltátok már, hogyha elmegy mellettetek egy autó, vagy egy vonat elzúg, akkor megváltozik a hangmagasság. Hasonló tapasztalatok alapján kezdte el tanulmányozni ezt a jelenséget Doppler is. Ő egy osztrák matematikus és fizikus volt. Elmélete az volt, hogy a frekvencia megváltozik, ha a forrás mozog. Egyébként ezt az elméletét 1843-ban fényre is kiterjesztette, mégpedig azt állította, hogy ez magyarázza a távoli kettős csillagok fényében észlelhető kék és vörös színárnyalatot. Ugye az ő idejében ezt az elméletet valahogyan be is kellett bizonyítani, viszont még nem voltak olyan fejlett eszközök, hogy a csillagoknál ezt a vörös eltoródást ki lehessen mutatni, emiatt ő a vonatokkal kísérletezett igazából, és 1845-ben volt a híres vonatos kísérlete, aminek az volt a lényege, hogy zenészeket ültetett egy vonatra, és egy bizonyos hangot kellett eljátszaniuk, miközben ugye a vonat az ment, és a másik zenészek pedig
a peronon ültek, és ők pedig lejegyezték ezeket a hangokat, és nagyon szépen látszottak a különbségek. És szerintem egy érdekesség, hogy Fizeau, francia fizikus, 1848-ban Dopplertől teljesen függetlenül felfedezte ugyanezt a jelenséget az elektromágneses hullámoknál is. Emiatt Franciaországban ezt az effektus Doppler-Fizeau effektusnak is nevezik. És akkor a fizika területén hol is találkozhatunk ezzel a jelenséggel? A hanghullámoknál, vörös és kék eltolódás kapcsán, mechanikai hullám, illetve elektromágneses hullámoknál. A hullámforrás és a megfigyelő közötti relatív mozgás befolyásolja a hullámhozt. A jelenség oka az, hogy a hullámterjedési sebessége állandó, és a terjedési sebességet fel tudjuk írni a hullámhoz és a frekvencia szorzataként. Itt látható, hogy a vonat előtt a hullámhoz csökken, emiatt a frekvencia nő. A vonat mögött a hullámhoz nő, és a frekvencia csökken. Igen, és akkor a megfigyelő a közeledő forrásnál a frekvencia növekedést úgy tapasztaljuk, hogy magasabb hangot hallunk, míg a távolodó forrásnál a frekvencia csökkenéssel mélyebb hangot hallunk, és ez a hangváltozás a sebességek nagyságától és irányától függ. Az általunk bemutatott kísérletek során először egy ingás kísérletet nézte. Felkötöttünk egy fonalra egy telefont, ez volt az ingánk. Az inga fonalának megmérésével és a periódus idők megállapításának a segítségével megtudtuk, hogy mennyi a terjed a hangforrásnak a sebessége. Emellett magának a hanghullámnak is van egy terjedési sebessége, és amikor közeledik felénk a telefon, akkor ez a két sebesség miatt a hullámfrontok torlódnak, ilyenkor nagyobb lesz a frekvencia, és magasabb hangot hallunk, fordított esetben pedig kisebb lesz a frekvencia, így amikor távolodik tőlünk a telefon, mélyebb hangot hallunk. Ugyanezt megvizsgálhatjuk akkor is, hogyha megmérjük először az alapfrekvenciát, és az itt látható képlet alapján kiszámolhatjuk a közeledéskor növekedő frekvenciát, és a távolodáskor pedig csökkenő frekvenciát. A másik kísérletünk során, amikor egy autó jött felénk, vagy éppen egy kiskocsi, ugyanúgy a hanghullámok esetén vizsgálhattuk meg a Doppler-effektust. Sokkal jobban látszódnak azonban a hullámfrontoknak a torlódásai a hajós kísérletünk során, ilyenkor mechanikai hullámokat figyelhetünk meg. A körhullámok helyett a vízben ilyen ellipszis alakú alakzatok lettek láthatóak. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! Elég kevesen vannak, akik nem szeretik a zenét. A zene tulajdonképpen mindenféle frekvenciájú hanghullámok kedvező együttműködése. Ebben a videóban konkrét példaként a gitárok mechanikáját hozzuk. A gitár húréjének alaphangjai az egyes zenei hangok, amelyekhez bizonyos hullámhoz és frekvencia tartozik, ezért lehet ugyanazt a hangot különböző hangszereken is megszólaltatni. Más hosszúságú húrok esetén más hangokat kapunk, tehát ezért jelentős, hogy hol fogjuk le a húrokat. A hangmagasságot meg annyi hangszer specifikus tényező határozza meg. Gitár esetén az egyik ilyen a gitárnyak hossza, azaz a húrok hossza. A húrok feszességének megváltoztatásán pedig a gitár alaphangokra való behangolása alapul. A húrok anyaga is lényeges. Gitárokkal tehát húrok megpendítésével, azaz megrezegtetésével tudunk hangot, majd zenét létrehozni. A rezgéseket valamivel erősíteni szükséges, nem véletlen, hogy akusztikus, illetve klasszikus gitárok esetén a húrokhoz és a nyakhoz tartozik egy üreges gitártest, itt ez tölti be az erősítő szerepét. A húrok rezgését továbbítja a húrláb a fedőlapba, ami pedig megrezegteti az üregben lévő levegő molekulákat. A gitártest belsejéből a hangjukon távoznak az erősített hanghullámok. Akusztikus és klasszikus gitár esetén a fő különbség a gitárnyak szélességében, hosszában és a húrok anyagában, tehát összességében hangszínűben van. Az elektromos gitárok már egy kicsit máshogy működnek. A többi gitárral ellentétben az elektromos gitároknak nincsen üreges teste, így a hanghullámok nem tudnak felerősödni. A hangszedők által keltett elektromágneses térben a húrok rezgése kis elektromos áramot kelt, mely majd az erősítő és hangfal segítségével adja ki a jól megszokott hangot. Egyelőre köszönjük a figyelmet, a fizikáról egy kicsit többet a prezentációban. Sziasztok!
Ahogy az videómból is kiderült, ami választott témánk a demonstrációs versenyre, a zene működése fizikai szempontból, amit gitárok példáján mutatunk be röviden. A videó kiegészítéseként beszélnék egy kicsit a hanghullámokról. A hanghullámok mechanikai longitudinális hullámok, amelyek terjedéséhez rugalmas közegre van szükség, ez később fontos lesz. A hanghullámok, mint mechanikai hullámok többféle jelenséget is létre tudnak hozni, visszaverődhetnek közeghatárokról, megtörhetnek, illetve kialakulhat elhajlás, törés vagy akár interferencia is. Ez utóbbi interferencia eredményeképp jönnek létre az úgynevezett álló hullámok, ahol csomópontok és duzzadó helyek alakulnak ki, tehát úgy tűnik, mintha az álló a hullámok egy helyben állnának, ezért hívják őket álló hullámoknak. Ezzel a gondolattal rá is térnék maguknak a húroknak a működésére. Fontos figyelembe venni, hogy zárt vagy nyitott végekről beszélünk, mivel a két, illetve több esetben máshogy rakolnak ki az álló hullámok. A jobb oldali ábra ezt mutatja. A húrok értelemszerűen zárt végeket jelentenek, hiszen le vannak rögzítve. Így talán nem is olyan meglepő, hogy a húrok hossza is erősen befolyásoló tényező. Könnyű elképzelni a legegyszerűbb álló hullámot, ami kialakulhat egy húron, van két csomópont és egy duzzadó hely. Ezt hívják az úgynevezett első felharmonikusnak, vagy alaphangnak. Ennek az összetettebb verziói, amik több csomópontot és duzzadóhelyet jelentenek, a további, második, harmadik, stb. Felharmonikusok, amelyek mind különböző frekvenciát, azaz hangmagasságot jelentenek. Ahogy videónkban is említettük, a gitárok egyes húrjai egyes alaphangokat képviselnek, ezeket ezért nevezhetjük az egyes zenei hangoknak, mivel így kötött frekvencia és hullámhoz tartozik hozzájuk. Továbbá ez mutatja, hogy miért olyan lényeges, hogy hol fogjuk le az egyes húrokat, hiszen a húrok rövidítésével változtatjuk az alaphangot, és ugyanezért lehet különböző húrokon, sőt különböző hangszereken is megszólaltatni ugyanazt a zenei hangot. Egyébként összességében a különbséget a hangszerek között a hangszín adja, amit az alaphanggal egyszerre megszólaló felhangok száma és erőssége határoz meg. Ezekben az eltérés pedig maga a hangszerek kialakítása adja. Ezért igazán fontos, hogy fúvós-e a hangszer, azaz nyitottak-e a végek, vagy húrokat pengetünk, ahol zártak a végek, mivel a felharmonikusok máshogy fognak működni. Érdekesség, hogy az egyik végnél nyitott, másik végnél zárt hangszerek esetén, mint például egy kalimba, páros számú felharmonikusokat egyáltalán nem is lehet létrehozni. A húrok hosszára és a felharmonikusok frekvenciájára, az összefüggéseket pedig alul láthatjátok. Beszélek egy keveset a hangmagasságról is, ami tulajdonképpen a frekvencia nagyságát jelenti, hiszen laikusként talán ezt a legegyszerűbb nagy vonalakban megállapítani, mikor hangot hallunk. Fontos meghatározó tényező a gitárnyak, tehát a húrok hossza, erről már beszéltem. Összességében hosszabb húr mélyebb, rövidebb húr pedig magasabb hangot eredményez. Jelentős továbbá a húrvastagság is, hiszen vastagabb húr nagyobb tömeget jelent, aminek következtében a húr lassabban tud csak rezegni, ezzel alacsonyabb frekvenciát, azaz mélyebb hangot produkálva, vékonyabb húrnál pedig természetesen a fordítottja igaz. A húrok feszességén alapul a gitár behangolása, ez is a rezgési sebességet befolyásolja, csak úgy, mint a húranyaga. Különböző anyagokban más sebességgel terjed a hang, így az is különbséget tesz, hogy nylon vagy acélhúrokat pengetünk. Az üreges gitártesttel rendelkező gitárok a videóban elhangzott működési elvéhez még hozzátennék néhány érdekességet magával a gitártesttel, azaz a rezgőtesttel kapcsolatban, hiszen enélkül nem erősödnének fel annyira hanghullámok, hogy normál távolságból is hallhatóak legyenek. A terjedési sebesség anyagfüggősége miatt lényeges maga a fa anyaga, amiből a gitártest készül, hiszen máshogy veszi át a rezgéseket különböző anyagok esetén. A fedőlapnak is eleve azért kell rugalmasnak lennie, hogy a rezgéseket át tudja venni, és ezért befolyásoló tényező például a hőmérséklet és a levegő páratartalma is, hiszen a fa rugalmassága ezeken is múlik. Hidegben a húrok is jól elhangolódhatnak, szóval erre vigyázni kell. A hullámok visszaverődése is másképp fog történni különböző anyagok, azaz különböző közeghatárok esetén, ugyanebben van szerepe még a gitártestet bevonó lakrétegnek is. Szerepét illetően nem csak erősíti, de irányítja is a hanghullámokat a gitártest, hogy ne csak a nagyvilágba menjenek el, ezért üreges, és ezért van a hangjuk, ahonnan gyakorlatilag a végtermék kiáramlik. Itt természetesen az alakja is meghatározó, mivel ez a forma az, ami minden frekvenciát erősít, így ideális a zenéléshez. Én nagyon érdekesnek találom, hogy erre egyszer csak így valaki rájött, hogy épp ez az alak, ami kell ahhoz, hogy szép hangokat tudjunk hallani, de úgy gondolom, hogy összességében nagyon jól jártunk vele. És ennyivel szerettem volna egyelőre kiegészíteni a videónkat. Azt hozzátenném, hogy természetesen
ezek a dolgok azért bonyolultabbak, és a hanghullámokról, illetve a gitárokról is azért jóval többet el lehet mondani, de így az előadás keretében talán egyelőre ennyi elég is. A konklúzióm az, hogy zenélni nagyon jó dolog, és az élményhez talán az is hozzátehet, hogy most már a fizikájáról is egy kicsit többet tudunk, szóval köszönjük szépen a figyelmet!